A magyarországi nemzetiségi kultúráért elnevezésű magasrangú kitüntetést kapta meg a hétvégén Zácse Lemérné, Teri néni, aki 40 éve szervezi a németajkú közösség életét Bajon. Tevékeny részese volt annak, hogy a baji németségről helytörténeti könyv jelenhessen meg, hogy emlékszoba jöhessen létre a paraszti kultúra tárgyaiból, hogy megalakuljon a helyi hagyományőrző kör és énekkar. A magasrangú elismerést Budapesten a Vigadóban vette át. Meglepetés volt, és milyen érzés volt átvenni? Hát magába öleli a 40 éves munkánkat. És nem egyedül, tehát ez a díj szerintem nem egy személyes, hanem ebben több ember munkája benne van. Kezdtük a férjemmel együtt 40 évvel ezelőtt gyűjteni, közben ő eltávozott, aztán hát egy kis meditálás után csak úgy gondoltam, hogy fel kell állni és tovább menni, előre menni. Itt nőttem föl. És én már 8 éves voltam háború előtt, tehát én éltem még abba a világba is, akkor hogy működött. Abból indultunk, és azokat a régi tárgyakat próbáltuk megmenteni. Hát volt, aki nehezen vált meg tőle, mert érthető, mert én is nagyon ragaszkodom mindenhöz. De aztán úgy közeledett a halálához, akkor azt mondta, hogy hát most már odaadom, mert ha én nem leszek, akkor úgyis kidobják. Hát így aztán gyűjtem, én gyarapodott, úgyhogy most, ami van, az tényleg szinte még a mai napig is, meg a múlt évben, meg az idén is kaptunk még tárgyakat, ilyen mezőgazdasági dolgokat. Tehát eljönnek megnézni a múzeumot, akkor hoppá, még nekem ez is van, még azt is hozzák, ezt is hozzák, meg ruhadarabokat is, az is kerül elő. Az emlékszoba, a múzeum pedig nem csak a szemnek készült, igazi közösségi tér. Ez élő térére nem bekukkantni lehet, hanem a gyerekek nagyon szeretnek jönni, azért van mindig rumli, meg féltem is tőlük, itt vannak a nagyon régi képek, illetve misekönyvek, egyik nagyanyámé, meg anyukámé, ez a nagy könyv, ez a német, majd megnézitek, ez a német gótbetűs misekönyvek, 1700-as. Azt ezeket féltem, mikor jönnek, és akkor forgatják. De aztán fönt, ott, ahol a vasak vannak, mind ott jól érzik magukat, mert ott nem úgy van, hogy mindent a szemhez, semmit a kéznek, tehát megfoghatnak mindent, meg jönnek is, óvodások is jönnek, már a középső, meg a nagy csoporttal jönnek, most is a napokban már jönnek a óvisok, és a iskolások is jönnek, és a látogatót pedig úgy fogadunk, hogy előre jelzésed. Én úgy érzem, hogy nekünk nem csak feladatunk, hanem kötelességünk. Tehát megőrizni, amit eddig begyűjtöttünk, megőrizni és továbbadni. Hogy tovább éljen a őseink élete itt ebbe a faluba. Mi még a feladat? Hát a könyvön túl vagyunk. A könyv már megvan, a baj történeti könyve. Abba is részt vettem, besegítettem. Akkor most van nyomda alatt a szótár, a baji sváb szótár. Igen. És még van két-három tervet még dédelgetek, de azt még elmondani nem lehet. Ha még a Jóisten erőt és egészséget ad hozzája. Zács Elemérnével, Teri nénivel készült bővebb összeállítást hamarosan a körzeti televízió műsorán láthatják.